Jó estét kívánok! Romániában a nőknek több mint 100 évre lenne szükségük ahhoz, hogy a nemek közti egyenlőtlenséget leküzdjék. Ez a következtetése a Nemzetközi Gazdasági Fórumnak a 2021-es évi adatok alapján. De a nemek közötti egyenlőség európai intézete is azt közölte tavaly, hogy Románia a sor végén hullog a férfiak és nők közti egyenlőséget tekintve az uniós államok rangsorában. Jövő héten nemzetközi nőnap, amikor a nőket ünnepeljük. Virág kell nekünk, vagy inkább valódi egyenlőség? Beszéljünk ma erről. Elhívtam hát a Nőszemközbe Gerge Jósolya szociológust, Korek Máriát, a Diversz Egyesület elnökét, és itt van Csép Iva Andrea, parlamenti képviselő. Köszönöm, hogy eljöttetek. Na hát a nőnap, ugye azt gondolom mindannyian tudjuk, hogy egy ilyen demonstrációból, egy sztrájkból indult ki, ahol a nők a szabad munkavállalásért és ugye az esélyegyenlőségért álltak ki, és mindez 1857-ben, tehát több mint 150 évvel ezelőtt. És hát ez lenne az első kérdésem hozzátok, hogy ennyi év távlatából még mindig erről beszélünk, és erről kell, hogy beszéljünk, hogy nemek közötti egyenlőség szerintetek mai nap is ezt jelenti még a nőnap? Orsi? A mai nap talán a nőnap egy emlékeztető, emlékeztet erre az akcióra, emlékeztet arra, hogy az esélyegyenlőségnek, vagy az esélyegyenlőtlenség elleni harcnak milyen előzményei voltak, milyen nagyon erősen és ténylegesen kiállva kellett ezért harcolni, de egy figyelmeztetés is szerintem, hogy egy nappal ne rendezzük le a nőnapot, hogy ne csak március 8-án, vagy március 8-a körül beszéljünk a nőügyekről, beszéljünk arról, hogy igenis még mindig vannak egyenlőtlenségek, és bár lehet nem kell sztrájkolni és az utcára kimenni minden alkalommal, de azért mindannyian dolgozhatunk egy picit azon, hogy ezek az esélyek egy kicsit közelítsenek az egyenlőbb fele. Marika, te hogy látod? Sajnos 150 év történelmi távlatból kevés, tehát elég sokat harcoltak a nők azért, hogy legalább egyenlő félként nézzenek rájuk, mert a jogok tájékán még mindig sok a gond, és azok érvényesítésével még nagyobb a gond. Úgyhogy igen, én csatlakozom ahhoz, hogy az év minden napjában egyformán kellene egymásra figyeljünk, nők férfiakra, férfiak nőkre. És kell a virág is, de kellenek a jogok érvényesítése is, tehát arra is nagy szükség van. Hát igen, ugye manapság nagyon sokan csak így a virág, meg bombon, egy kicsi csokoládéval, így tulajdonképpen elrendezzük ezt a nőnapot, de fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez valami másról is szól. Ha rám néztél, tűnik-e azért, mert itt kezdtem gondolkodni, hogy kell nekünk a virág, kell nekünk az is, jól esik, hogyha előreengednek, hogyha feladják a kabátunkat. De az is jól esik, hogy itt tudunk ülni egy tévéműsorba, és műsorvezető van, szociológus van, kutató van, emberjogi aktivista van, politikus van, és mindezek nőből vannak, és férfi kollégák ülnek itt, akik segítenek nekünk, hogy ezt a műsort elkészítsük. Azért szükség van-e férfias nőkre, vagy szükség van nőkre is megmaradni nőként, ellenben egyforma eséllyel indulni? Mert hogy én például a hétköznapi életben pont ezzel találkoztam, hogy nem volt női politikus modell, tehát hogy a modellekké tudunk-e válni a lányoknak, hogy igenis mindenki és mindenki, aki itt van közöttünk, mellettünk, körülöttünk követhető példa lehet, és tudunk-e ebben szerepet vállalni és erősíteni őket abban, hogy lehetsz te is ilyen. Mert hogy nekünk nagyon nehéz még ezeknek az úttörőknek, én általában így mondom is a tudományos szakmában is, hogy az úttörő nők azok előkészítik az utat, de utána sokan kegyenek, akik szélesíteni fogják ezt. Úgyhogy kell beszéljünk, folyamatosan kell beszéljünk róla, csak én azt látom, hogy sokkal erősebb mozgalomra van szükség. Nem utcára vonulásra, ellenben mozgalomra, hogy el is tudjuk érni az eredményeket, hiszen vannak jogaink, de nem tudunk róla sokszor. Na igen, ez a másik nagy kérdés, hogy tulajdonképpen jog van, törvények vannak arra, hogy minden ember egyenlő, ugyanolyan jogaink vannak. A jogérvényesítés az már egy kicsit döcögősebb. És sokszor, tehát egy az, hogy nem is tudunk nagyon sokszor róla, meg hát az, hogy gyakorlatba ültetve ez hogy néz ki, az azért így egy elég kemény dió. És félünk.
mert hogy vannak jogaink, ellenben félünk, mert gyengébbeknek érezzük magunkat, mint a férfi társaink akár, és akkor inkább emiatt sérülünk is. Mármint, hogy a nő uh-huh. sérül, mert hogy amellett, hogy ő dolgozik, a gyerekét ellátja, elintézi a számlákat, bevásárol, takarít, lehet, hogy neki van egy ügye egy önkormányzatnál, vagy egy munkahelyen, akár szoptatós kismama is, vannak jogai, ellenben nem meri kérni, mert fél, hogy munkanélkül marad, fél, hogy akkor több feladat fog rávárni, fél, hogy családból kiesik a bejövetel, igaz, fél, hogy szakmailag mi fog történni vele tovább, ezért inkább hátrább lépik. Ezt ti is így látjátok, Orsi? Vagy az emberek fejében még mindig másképp alakulnak a dolgok. Például ugye volt 3 évvel ezelőtt a nagy Covid lezárásokor egy nagy kutatásunk, amiben magyarországi és romániai nőket kérdeztünk, főleg középosztálybelieket, akik otthon dolgoztak. Otthonról kellett dolgozniuk a gyerekekkel együtt, férfiak is, nők is egy családban. És megkérdeztük, hogy újra tárgyalták-e azt, hogy akkor most már mindenki itthon van bezárva egész nap, és akkor lehet, hogy eddig mindig én főztem, vagy mindig én ezeket a feladatokat én vittem, de hogy most már itt be vagyunk zárva, mindenki itthonról dolgozik, osszuk már meg egy kicsit újra. És ebből az 52 nőből, akit meginterjú voltunk, nem akadt egy-kettőnél több, aki azt mondta, hogy tényleg eszembe jutott erről újra tárgyalást folytatni, vagy tényleg. Tehát, hogy nem is jut eszünkbe az, hogy ez egyenlőtlenül van megosztva, hogy erről lehetne beszélni, hogy lehetne kérni, hogy előre lehetne vinni valaki elé ezt az ügyet, hanem hát ezt így szoktuk, hát ezt megszoktuk, hát nem illik nagyon, hát most hogy jön ahhoz az ember, hogy úgy túlságosan, akkor rögtön rányomják a feminista bélyeget, hogy, és nem szeretünk feministák lenni, mert azok ugye azok nagyon csúnyák, meg nagyon gonosz nők, hogy nem akarunk azok lenni, hanem hogy hát végül is most miért megdönteni mindenféle alaposzlopot jobb nekünk, hát végül is sok, több munka jut nekem, több feladat jut nekem, de hát így csinálta édesanyám is. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a fejekben is, azért is kell sokat erről beszélni, mert a fejekben is lehet, hogy ráébresztünk egy-két embert arra, nőt és férfit arra, hogy ezeket a dolgokat lehet újra tárgyalni. Ezek nincsenek belevésve a nagy kőtáblába. Újra ma ebben a hónapban, így jövő hónapban lehet másképpen a családi rendszer, vagy néha hagyjuk érvényesülni az egyik felet, mert éppen a karrierje szakmája ott megkívánja, visszalépünk, de aztán majd eljön egyszer a mi időnk is, és akkor előrelépünk, és legyen ennek megértése a közegünkben. Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy az, amikor mondjuk nőként felszólalsz, hogy igen, de nekem ehhez jogom van. Tehát, hogy merünk-e erről beszélni, mert akkor rögtön jön az a jelző, hogy hát, de most feminista vagy, meg hogy mi kell neked még. Tehát, hogy sokszor van, amikor így visszalépünk egyet, hogy ezt most nekem szabad egyáltalán hangoztatnom azt, hogy milyen jogaim vannak. Marika, te mit látsz? Hát itt az előítéletek nagyon munkálkodnak, és hiába vannak jogok, és még a jogérvényesítésnek is megvan a tere most már, mert megvan, de úgy a nők, mint a férfiak fejében egy óriási csomag előítélet van minden szint, itt ugye hallottuk, ameddig ezekkel nem foglalkozunk, egyénileg először, és nyilván akkor jön a csoportos is, addig óriási változás hamarosan nem lesz, mert ugye mi vagyunk a nők, és mi nevelünk, tehát mi egy következő generációt nevelünk, és hogyha nem érvényesítjük akár családi, kulturális körön belül a jogainkat, ugye, akkor ezt a mintát nem azt a mintát adjuk tovább, hanem egy másik mintát, és akkor hozzájárulunk ahhoz, hogy ne változzon semmi. Tehát, hogy hiába van meg a keret, de mégsem mozdul előre ez az ügy, most már elég fájdalmasan tapossuk a helyben járást most. Én úgy érzem, és azt látom magam között is, és nem prioritizáljuk, mint nők azt, hogy aktívan lépjünk egyet előre, egyénileg, mert először egyénileg kell ez megtörténjen, és akkor megtaláljuk ugye a társakat ehhez. Én így látom, mert sajnos nagyon sok esetben látom azt, hogy a család kultúrája, vagy a kisebb közeg kultúrája, amelyikben élünk, az visszahúz, és itt akkor muszáj lépni, tehát, hogy itt fel kell vállalni egyénileg először, és utána kollektíven. Igen, ahogy készültem erre a beszélgetésre, én egy új szót tanultam, a ragadós padlót. Tehát beszélünk ugye az üvegplafonról, hogy hova kellene elérni, de ott van ez a ragadós padló, ami azt jelenti, hogy
akár mi nők visszahúzzuk magunkat, vagy a társadalom, mert hogy szeretnénk lépni, de azért mégis anyák vagyunk, nők vagyunk, ilyen dolgunk van, ezt kellene tenni, és hát mi magunk sem merjük azokat az első lépéseket megtenni, hogy ennek van-e alapja. Ilyen kutatások vannak-e? Igen, ugye főleg a politikában, és a, de hogy a tudományos szférában is emlegetik ezt a ragadós padlót. A, például a tudomány területén azt mondjuk, hogy az akadémiai szférában dolgozó nők esetében a gyerekvállalás az, az hátrány lesz. Tehát, hogy, hogy, de hogy azt hiszem, hogy ez más területeken is igaz lesz, hogy még mondjuk egy férfinek, hogyha 1, 2, 3, 4 vagy annál több gyereke van, az neki pozitív piros pont, az pozitív megítélését növeli, míg egy nőnek, hogyha gyereke születik, vagy több gyereke van, az neki fekete pont lesz. Nyilván, hogy demográfiailag piros pont minden gyerekvállalás, de hogy a szakmai pályáján, vagy egyáltalán a társadalomban való működésében ez neki egy hátrány lesz. Nehezebben fog tudni bármit megvalósítani, mozogni, tenni, venni, úgyhogy ez a ragadós padló azt is jelenti, hogy ezekből egyre nehezebb lesz kilépni, tehát hogy a pálya belassul, míg ugye felfele kellene haladjon idővel, vagy belassul, vagy lefele fog tartani, és ott toporog egy helyben, és itt az előbb szó került, hogy toporgunk egy helyben, hogy sőt, a kutatások szerint a COVID még vissza is dobott nagyon sok esetben gyakorlatilag a női egyenjogúságban, vagy a női egyensúlyjogúság terén elért megvalósítások eredmények szerint visszajutottunk 2018-as, 17-es állapotokra. Például ugye nagyon sokan vagy elveszítették az állásukat bizonyos gazdasági szférákban, és az első körben a női munkaerő, aki vissza fog lépni, vagy ki fog lépni, a bizonytalan oktatás, hogy mikor lesz tanítás, mikor lesz online tanítás. A legtöbb esetben a nők maradtak otthon a gyerekekkel. Ki az a munkaadó, aki hosszú távon azt szívesen nézi, hogy most egy munkaerőre nem számíthat, ki tudja meddig, vagy a napi 8 órában nem számíthat, csak 4-ben. Úgyhogy, vagy ha nézzük az olyan szakmákat, ahol lehet nagyon rugalmas munkaidőben dolgozni, ott a nők kevesen vannak. Tehát például az IT-szektorban, ami nagyon rugalmas, ott a nők még mindig nagyon kicsi arányban vannak. Úgyhogy ez ilyen nagyon komplex módon járul hozzá ahhoz, hogy nem csak azt nem látjuk, hogy felfele meddig van, hanem azt sem látjuk, hogy lentről honnan lehet tovább lépni. Úgyhogy ez a sticky floor, igen. Igen, miközben azt látjuk, és ez Romániára is érvényes, hogy egyre inkább a nők az iskolázottabbak, a tanultabbak, és mégis nagyon nehéz, Andi, te is ezt többször mondtad, meggyőzni őket, hogy felelős pozíciót vállaljanak. Igen, és visszatérek ahhoz, amit mondtam az elején, amikor ezek ugye a példák. Tehát, hogy a példának a hiánya, és azt hiszem, mint Marinka, te is mondtad, igaz, hogy akkor a családi modellek, és tudjuk azt, hogy a családban mit szoktunk meg, és mi a feladatom, amit édesanyám csinált, azt nekem is tovább kell ugyanúgy végezni, mert ez egy kötelesség, vagy pedig tudok mást is bevállalni mellette. És ez a párkapcsolatokban is nagyon sok minden múlik. Én látom azt például, hogy most már az apukák is, a fiatal apukák, a fiatal családosok esetében együtt mennek, kiviszik a gyereket, akár anyuka otthon van, pihen, vagy elmegy dolgozni, de apuka átvállal feladatukat, online történő munkavégzés esetében is. Azt látom, hogy a generációváltással azért a közös felelősségvállalás, akár egy gyereknek a nevelése is, amikor a családba egy gyerek érkezik esetén, alakul. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem. Ellenben azok a szakmák, amelyekben fejlődőképes nők vannak, és amelyek egy kicsit, hogy is mondjam, felsőfokú végzettséget igényelnek, azokban tényleg sokkal kevesebb. Hiába van felsőfokú végzettsége annak a nőnek, amikor virágkötőként dolgozik. Mert hogy az van közel a munka a lakásához, meg tudja oldani flexibilis munkaidővel, amikor a férj nincs otthon, akkor ő be tud menni, és a gyerekét közben tudja rendezni. Mindig ezt beszéljük, hogy akkor penalizáljuk a nőket a szüléssel, büntetjük a nőket a szüléssel, közben arról beszélünk, igaz, hogy a demográfiai problémák vannak, és hogy bátorítsuk a családokat, és megtegyünk mindent ennek érdekében. Úgyhogy ezért látom azt, hogy aki tudományos és olyan területen dolgozik, ahol akár online be tud kapcsolódni, és a technológia, a technikáknak a fejlődésével ez időszak alatt is megkapja a kellő képzést. Van Zoomunk. A gyerekemet elrendeztem, apuka esetleg kiviszi sétálni, de addig a nagyvállalatnál be tudok kapcsolódni én is. Vagy ameddig gyereknevelési szabadságon vagyok, kapom a hírlevelet az intézménytől. Hogy ne maradjak ki azokból a folyamatokból.
Egy másik rész, amiről beszélünk, azok az asszonyok, azok a nők, akik termelésben dolgoznak. És ez az a kategória, aki semmilyenféleképpen nem tudja behozni a lemaradást, mert olyan értelemben, hogy neki le kell varni 12 nadrágot, most mondok egy példát, és arra megvan, hogy mennyi idő alatt kell ezt neki megtenni. És ugye, ahogy te mondtad, a munkáltató számít rá. Uh-huh. Számít a munkára, hiszen bevételre van szüksége, és ebből tartja fenn. Ezekben az esetekben sokkal nehezebben megoldható, vagy azok, akik gondozásban dolgoznak. És tudjuk, hogy ezek azok a területek, ahol a bérek is sokkal alacsonyabbak. Most akkor megkérdezem én, nem éri meg az, hogy én otthon üljek 2 évig, a gyerekemet neveljem, a béremnek a 85%-ával, de amikor kimegyek a mosdóba, nem húzom le a kártyát, és az órámat elveszítem, és azért az óráért már nem fizetnek meg, hogyha nem szünetben mentem el a mosdóba, vagy pedig otthon ülök, és 2 évig nevelem a gyermekemet. És azért láttuk az elmúlt időszakban a népszámlálási adatokat is. Azért nézzük meg, hogy akkor milyen társadalmi réteget tesznek ki az erdélyi magyarok, a magyar asszonyok, és mennyire képzettek ezek az asszonyok munkalehetőség, munkavégzés szempontjából, anyagilag hogy állnak ezek a magyar családok, státuszban hol állunk. Azért itt nagyon-nagyon sokat kell dolgozzunk azon, hogy bátorítsuk ezeket a nőket. Akik virágkötészetnél maradtak, most ez egy ilyen, nem akarom a virágkötőket, tudjátok, hogy nem ez vagyok, csak így a nagy, tehát ugye az ellenpéldák, uh-huh. hogy akkor ott maradtak, közben értelmes egyetemet végzett nő, ellenben nincs lehetősége, vagy nincs, aki megfogja, vagy vannak ezek a mentorprogramok, amelyekben sokkal több nő kéne bekapcsolódjon. Igen, meg ugye, amit említettetek, hogy az szülés, vagy a gyerekvállalás, az nem egy büntetés kellene legyen, hogy utána megpecsételik a nőt. Jutalomjár kellene. Hanem igen, tehát, igen. hogy a nő tulajdonképpen egy kiteljesedésként éli meg, hogy gyereke születik. Vagy hozzáférhető szolgáltatások, tehát, mert ott a 2 év, meg még egy gyerek, és még egy gyerek, de utána valamikor leáll, és igen. utána jön, akkor jön az, hogy most mit tud választani, igen. már nem tud választani, tehát akkor még egy sok évig a nő egész egyszerűen a családanya szerepet kell sokszor felvállalja, mert a szolgáltatások elérhetetlenek egy nagy kategória számára, tehát itt most nem, persze bizonyos társadalmi rétegeknek nem gond, most már vannak, legalább vannak szolgáltatások, régebben már nem is voltak, amik segítik, hogy az oktatást ugye megoldja a délután, hogy ne ő kelljen ki, a mosást, vasalást, sok mindent meg lehet most oldani szolgáltatásokkal, de egy nagy réteg nem fér hozzá. És úgy nézem, hogy a magyar nők közül nagyon sokan nem férnek hozzá ezekhez, mert egész egyszerűen az anyagi helyzet nem olyan a családban, és akkor vége a választási lehetőségnek, és talán ez egyik legnagyobb fék, meg gond egy nőnek az életében, amire igen. nem figyel oda senki, hogy ő tulajdonképpen nincs olyan helyzetben, hogy válasszon. Igen, igen, de hogy joga van, most itt ez a másik, hogy joga van, lehetősége van, és választási lehetősége van. És ez szerintem sokkal többet kéne erről tárgyalni, hogy akkor jogom van ellenben, mi az, ami ki tudja mozdítani a hétköznapi langyos vízből, langyos vízállásból, hogy akkor én azért most megkapom azt a löketet, hogy én tudom, hogy csak az a kicsi szikra kell, az a kicsi kéz, ami megfog, és egy picit magával visz, elindít, mert hogy benne van a potenciál, mert így én látom azt is, hogy ténylegesen hiába próbálsz, befektetsz, támogatsz, segítesz, mert van, aki tényleg nem tud tovább lépni, mert az a típusú személyisége van, és ez nagyon jó, mert ettől vagyunk ilyen jó kis társadalomban, hogy színesek vagyunk, különfélékek vagyunk, különböző természetűek vagyunk, jól meg vagyunk egymás mellett, de van, akit kell segíteni, van, aki kéri a segítséget, vagy hogyan kéne egy nő kérjen segítséget. Hát ha igen, most például a tévénézők között azt mondja, hogy igen, de én is erős nő akarok lenni, de mit kell csináljak? Mert hogyha beszélünk hétköznapjainkról, és azért muszáj felhozzam a családom belül erőszak témáját is, tudja, hogy joga van, és mégsem lépi meg. Tehát itt... Igen, ezt Marikától is akartam kérdezni, hogy ugye... Tehát, hogy van egy olyan réteg, ahol egyszerűen hiába vannak ott a jogok, mert egyszerűen nem tud lépni, tehát, hogy olyan szorult helyzetben van, hogy, és gondolom, ilyenekkel naponta találkozol, akik egyszerűen nem. Mélyszegénységben élők és falun élők, ott nagyon nehéz lépni. Jó, nem mindenki, aki rurális környezetben él, de egy nagy része a nőknek nagyon nehezen tud bármit is lépni ott, és hogyha a család belüli erőszakról van szó, akkor ott aztán végképp, és hiába vannak jogai, még most már mind többen tudnak is róla, és próbálkoznak, de hát annyi mindent kell figyelembe venni, főleg amikor már gyerekek vannak, és
a családon belüli erőszakból, hogy kimozduljál, és hogy segítséget kapjál, mert az a segítség, hogy mondjam, gyakorlatban én látom, késik. És itt ilyen esetekben minden késedelem az egy életveszélyt is jelent, vagy pedig a jövődnek a következő lépésének az abszolút elkaszálását is jelentheti, hogyha lép a nő, de valamelyik intézmény nem lép vele együtt, és ez nagyon gyakran előfordul. Mély szegénységben élő nőknek viszont nagyon nehéz a helyzetük, hogy bármit is érvényesítsenek a jogaikból, mert a nagy teher az rajtuk van, és hogyha gyerekek vannak, és sok esetben ott több gyerek van, és itt etnikumtól függetlenül így van, ez világszerte egy adott jelenség, akkor ott aztán szolgáltatásról nem is beszélünk, és nagyon sok esetben kizárják olyan jogokból, amelyek alanyi jogon kellene járjanak. Igen, hát látunk olyan eseteket is, amikor most olvastam nemrég egy cikket, ahol még a törvény sem áll mellé, tehát hogy annyira kiszolgáltatott helyzetbe került, például volt egy roma nő, akit egy buszpályaudvaron nem engedett fel a sofőr, és megverte, és végül hát még őt büntették meg tulajdonképpen 1200 lejre, ami nála egy óriási összeg. Tehát, hogy egyszerűen valahogy ott a jogérvényesítés aztán egyáltalán nem működött, és gondolom nem ez az egyedüli példa, hanem ilyen egy friss példám van most, és ez a bankrendszerhez, tehát hogy végre munkához jut egy olyan valaki nő, akinek az van a személyébe beírva, hogy nincs lakhelye. Tehát ezek ilyen ideiglenes személyik. És olyan munkáltató bankon keresztül szeretné utalni a fizetést, és egy bank se nyit ilyen személyivel számlát. Első hónapban elbocsátják, mert első hónapban nem kell megindokolni, hogy miért. Tehát, hogy ez egy olyan kör, amiből nagyon nehéz kijutni, és hogyha nő vagy, akkor még számtalan plusz probléma is adódik. Uh-huh. Na, egy kicsit evezünk egy más vizekre. Orsi, te közösségi médiát is kutatsz. Ott például a nők mikre térnek ki, hogy milyen jogok azok, amiket tulajdonképpen igazából szeretnének megkapni, és nem sikerül? Nyilván, hogy itt az előbb akartam mondani, csak hogy nagyon társadalmi rétegfüggő az, hogy adott helyzetben, mert hogy beszélhetünk itt évekről és egyenlőtlenségekről, de hatalmas egyenlőtlenségek vannak társadalmi kategóriák, rétegek között, iskolai végzettség, a közeg maga, ahonnan jövünk. Teljesen egyáltalán nem mindegy, hogy valakinek a családja mit tud neki, milyen segítséget tud nyújtani, vagy hogyan indítják otthonról. Úgyhogy ugyanígy a közösségi média, azt gondolom, hogy ez is egy valamennyire rétegzett médium, tehát nem mindenki van ott, nem mindenki egyformán nyilvánul meg. Már ahhoz, hogy valaki a helyzetére reflektáljon, már ahhoz kell egy felismerés, egy öntudatosulás, egy helyzetfelismerés legyen, hogy én hol állok ebben, én hol tartok itt, tényleg nálunk is ez van, tehát hogy így emiatt egy bizonyos rétegnek egy bizonyos hangja jelenik meg. Most nemrég az alkalmazásnál, ugye mi HR szakot is gondozunk, és ez előtérbe került, hogy alkalmazásnál megkérdezhetik a nőtől, hogy fiatal nőtől, hogy vállalna, vagy tervez-e gyereket vállalni, hogy, és csak azért mondom ezt a példát, mert hogy a közösségi médiában volt ez az elmúlt néhány hétben olyan felületeken, ahol gyakran járunk, és például ez egy olyan dolog, hogy gyakran elmosolyodnak a fiatal lányok, és akkor visszafogottan vagy szerényen próbálnak erre válaszolni, holott ugye ezt lehet, hogy egy férfi munkavállalótól nem kérdezik meg az első állásinterjút. Tehát már itt van az első, ugye tehát bekerülni egy munkahelyre, már megvan a határ. Pedig ugye ez egy nagyon személyes kérdés, nem tudjuk, hogy egyáltalán mit tervez az életével, vagy hova fut ki, lehet, hogy egy ideiglenes munkáról van szó, nem is szabadna megkérni, tehát egyáltalán nem szabadna, de mégis a nőkkel szemben megteszik ezt, és akkor nagyon sokan hangot adtak annak, akár nőként is, hogy az az igazság, hogyha ők lennének a munkaadók, ha nem is teszik fel a kérdést,
ők is eljátszanak a gondolattal. Tehát, hogy ő a munkaadó, ő az alkalmazó, és eljátszik a gondolattal, holott tudja, hogy ez nem szabadna, vagy hogy ez nem korrekt, vagy hogy... Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami például most népszerű volt, vagy elő homloktérbe került, de hogy elég gyakran ez a nők körében ez, hogy iskolai végzettség, amit te is említettél, hogy lehet az, hogy az iskolai végzettség, az egyetemeken, főiskolákon már egyre magasabb számban végez női hallgató, mint férfi hallgató, és mégis, hogyha megnézzük a munka statisztikákat, hogy vezető pozíció a magas fizetési kategóriákba, hogy lehet, hogy a nők olyan alacsony számban vannak képviseltetve. Nyilván, hogy ennek rengeteg oka van, de hogy például a közösségi médiában ez is előtérbe szokott kerülni, hogy hol van itt a bökkenő, hogy miért nem akarnak a lányok magas pozíciókba bekerülni, nem akarnak, nem mernek, nem tudnak. És akkor elég klasszikus válasz jön a többségi társadalom részéről, hogy tehát mindenkinek egyenlő esélye van, tessék menni, tessék próbálkozni, csak ugye ezek a próbálkozási gyakorlatok, ahogy már volt szó róla, tehát hogy 50-100 éves gyakorlatunk van ebben, még a férfi társadalomnak több száz éves gyakorlata van ennek ebben, hogy hogyan lehet érvényesíteni érdekeket, és amit az előbb említetted, a ragadós padlót, például a gazdasági életben, vagy akár a politikai életben, ahogy az Old Men's Club még mindig működik, hogy nem feltétlenül ott dőlnek el a dolgok, ahol mindenki ül a tárgyalóasztalnál, hanem lehet a folyóson, lehet egy baráti beszélgetésben, és nem minden esetben jutnak oda a nők, vagy sokkal kisebb arányban jutnak oda a nők, és hogyha oda jutnak a nők, akkor viszont sokkal kritikusabb szemmel vannak követve. Tehát, hogy ki az, aki ki akarja magát ennek tenni? Tehát ha a józan észtel ezt átgondoljuk, akkor akkor én nem is akarok, nem jó nekem ez a középvezetői vagy egyenlennep szoka, akkor végül is nem fog mindenki állandóan nagyítóval figyelni, hogy viselkedek, hogy öltözök, hogy nézek ki, holott is ez igazságtalan, ugye, mert a férfi politikusokat éppen olyan szigorúan nem vizslatjuk, hogy néznek ki, meg hogy öltözködnek, de ha nő, akkor arra már, és ez csak egy példa, ugye az öltözködés kinézett, de nagyon sok esetben, valahogy ez gyakran előkerül, ugye, hogy a nőknek, mintha többet kellene bizonyítani, hogy elfogadják, hogy értenek hozzá. Ezt Andi, gondolom, nagyon magadénak érted. Így közben tudjátok, hogy itt a HR-es történetek, nagyon szeretem nekem is, hogy azért ezen a területen is a jártasságom van, hogy amikor megkérdezik azt, hogy szeretné a gyereket vállalni, vagy férhez szeretne menni, és ez a tükörmutatás között, hogy tükröt tartunk, és akkor meglátjuk, és hogy mi is pont ezt gondoljuk, de közben vajon tudják-e, hogy ez például jelenteni lehet a diszkriminációnál, és hatóságnál megmerik-e tenni azt a lépést, vagy segít-e valaki megírni neki azt a feljelentést, amelyen őt megbántották. De azon kívül ilyenekkel találkozom, hogy a nők általában szégyelnek fizetésemelést kérni, mert otthonról úgy vannak megtanítva, hogy hát de az szégyens a pénzről beszélni, és tudjátok, tehát, hogy egy férfi pedig sokkal határozottabban mindent feltesz egy fizetésemelésre, és tudja, hogy megy tovább, de a nőnek megvan ez a stabilitás, a biztonság. A biztonság többet ér annál a 100-200 lejnél pluszba, mert én tudom, hogy itt biztonságban vagyok, és ez kiszámítható nekem. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ezek is mind olyan dolgok, amelyek visszafogják a nőket. Mindezek mellett pedig, hogyha egy nő neki fog is elmondja, hogy akkor most állj jobbra, te állj balra, a férfi kollégák azt mondják, hogy most hisztizik. Az Istenről nem is beszélgettünk. Hogy van egy ilyen általános elképzelés, hogy ha a nő egy kicsit határozottabban mond el bármit, az hiszti. És akkor fel tudjuk-e vállalni, hogy mi hisztis nők vagyunk, vagy nem? Vagy folyamatosan figyelve a férfi érzékenységre magunk körül, tudunk-e úgy fogalmazni, és nem arra figyelünk, hogy mit mondunk, hanem hogy hogyan mondjuk, és a tartalom sokszor ezekben az esetekben elvesztődik, hogy megfeleljünk. Vagy pedig felvállaljuk azt, hogy igenis, nekem ez a stílusom, ez a temperamentumom, én ezért tudok itt lenni. Mert hogy a női vezetőnek pont úgy vezetői feladatai vannak, mint bármilyen férfinek, csak egy kicsit lehet, hogy vagy határozottabban, vagy másképp csinálja. És ez nagyon nehéz elfogadni, hogy akkor most ott vagyunk. Épp a műsor kezdés előtt itt beszélgettünk, igaz, hogy akkor most nálunk az RMDS-ben a 30 képviselő szenátorból 3 nő van,
És ez ilyen Men in Black történet, mert ha feljönnek a férfi kollégák, leülnek a frakcióba is a sötét kék zakók, vagy a sötét zakók egyesülete, most már így mondom, mert hogy tényleg az van, hogy nem is veszik észre már egy idő után, tisztelet a kivételnek, hogy mi ott vagyunk, vagy hogyha elmennek délután a fiúk egyet vacsorázni, akkor na egyszer-kétszer azért megtörténik, hogy szólnak, hogy na megyünk ki. Van-e kedvetek jönni? Igen, de lehet, hogy nekünk estig bizottsági gyűlés van, vagy nem tudom, de ők tudnak szabad időt erre szánni. És utána pedig tényleg ez van, ahogy Orsi is mondta, kész döntések elé vagyunk állítva, mert nem megyünk focizni, utána nem megyünk el sörözni, hanem hogyha elmegyünk bárhova, tudjuk, hogy este haza kell érni, mert még akár át kell olvasni az anyagot másnapra, vagy készülni kell, és a gyerekeket feladat. El kell rendezni, és reggel félkor kell kelni, hogy szendvicset csomagoljunk, és gyereket öltöztessünk. Most mondom általánosan, mert persze én ezeken túlmentem, és most olyan hálás vagyok, hogy nem kell most ezzel foglalkozni, de más megint elvesz. És meg tudjuk-e osztani ezeket a feladatokat, mert vagy hajlandóak vagyunk-e arra, hogy felvállaljuk, női vezetőként, apropó, most van egy európai jogszabály, egy előírás, ami alapján az igazgató tanácsokban kötelezően több mint 30%-os női képviseletet kell biztosítani. És van két tervezet is a parlamentben, ahol a listáknak a 30%-a nő kell legyen, de hogy akkor zipzárelvet használunk, vagy nem, hogy egy nő, egy férfi, vagy egy ilyen nemű, és egy olyan nemű, vagy minden harmadik egy másik nemű, mert jönnek az értelmezési kérdések és az időhúzások. És hiába várjuk, mert nem fognak maguktól helyt csinálni, hogy gyere Marika, ülj ide le mellém, mert én úgy gondoltam, hogy egy kicsit két szinten lenne fogok dolgozni a cégemben, vagy gyere Orsi, te legyél most ez, mert én úgy gondolom, hogy te megérdemled. Na de ez a kvóta, ez szükséges-e? Kötelező. Tehát hogy azért szükséges. Legyek ott, hogy nő vagyok, vagy azért, mert hogy megérdemlem, hogy ott mind a vagyok. Kettő. Igen, én alapállásból nem vagyok híve a kvótáknak, mert van sok, és volt a történelem során sok hátulütője ennek sajnos. De jelen pillanatban úgy látom, hogy ebből kimozdulni másképp nem lehet. Hogy majd újra kell tárgyalni, amikor már előreléptünk, az is biztos. De szükség van rá, mert teljesen igaz az, hogy elvárják a női vezetőtől, hogy másképp viselkedjen. Úgy viselkedjen, mintha nem lenne ott, vagy nem ő vezetne, vagy tehát, hogy mintha mindenki más megcsinálná magától azt, amit kell. Tehát ez egy elvárás nagyon sok esetben a női vezetővel szemben. És talán elég sok mindent mondtunk, aminek ilyen negatív konnotációja lehetne, hogy a nők miért így viselkednek. De szerintem van egy olyasmi, hogy a nőkben van egy hosszú távú felelősségvállalás, tehát hogy ez valahogy megvan bennünk, lehet, hogy nem mindenkiben, tehát nem lehet általánosítani nyilván, és minden lépés, amit az élet során teszünk, az ebből fakad, és ezt piszokul ki lehet használni, tehát hogy ez borzalmas, hogy ez aztán hogy követ mindenütt, és úgy állít be, mintha te félnél, úgy állít be, mintha te nem mernél, úgy állít, mintha te lennél kényelmes és elfogadnád, tehát de szerintem ennek van egy ilyen vetülete, mert mindig több évben gondolkozunk előre, gyerek ciklusban gondolkozunk előre, oktatási ciklusban gondolkozunk előre, és mindig azt nézzük, hogy ha valami majd történik, akkor mit fog kelleni tegyünk, és ha valami történik, és én felvállaltam, hogy vezető leszek, hogy felelek emberek életéért, hogy gazdasági lépésekben felelősséget vállalok, akkor nem olyan könnyen veszem azt, hogy lehet, hogy tudom, hogy 3 év múlva valami történhet, nem biztos, és akkor innen fog kelleni visszalépjek. És én ezt tudatosan akkor döntök, előre döntök, és ezzel hátrányba kerülök. A kvóta kapcsán muszáj mondjak még egy mondatot, ne haragudjatok meg, csak ültünk, mint a jó kislányok a padban. Hátratett kézes, vártunk, hogy amikor szólítanak, akkor felelünk, igaz? Ez így történik. És tudtuk azt, hogy a diploma osztónál megkapjuk a diplománkat, mert jól tanultunk, 10-eseket kaptunk, osztály elsők vagyunk, és megkaptuk a diplomát. Ellenben a közösségi életben mi hiába ülünk, hiába felelünk 10-esekre, és várjuk, hogy akkor az év végén megkapjuk a diplomát, ami nekünk jár, és az ajándékkönyvet beírva, hogy akkor jó tanulmányi eredményeidért ezt megkapod, mert nem történik meg. És ezért van szükség kvótára, mert mi tényleg hittük, és azt éreztük, hogy ha dolgozol, ha bizonyítasz, ha eredményeid vannak, akkor mindenki látja, hogy szükséged van, szükség van rád ott, hiszen azt mondjuk, hogy a társadalomnak fele nő, fele férfi, döntések, ugyanőket, mind a férfiakat érintik ezek a döntések, és hiszem, hogy
tényleg úgy lehet jó döntéseket hozni, hogy mindenki, úgy a férfiak, mint a nők beleteszik a legjobb tudásukat, mindent, és így mindenki számára fog működni. De higgyétek el nekem, én is kvóta ellenes voltam, de bebizonyította az elmúlt jó pár év számomra is, hogy ameddig nem lesz kötelező, és kifutási időt adunk neki, és természetessé fog válni, a svédeknek 50 évre volt szükség rá, természetessé fog várni, akkor utána már vissza lehet, ugye, hogy Marika is mondja, utána vissza lehet venni belőle, de ameddig nem szokják meg, hogy ott férfiak, nők ülnek a döntéshozatalban, és elfogadottá is válik ez a dolog, addig muszáj valami szabály mentén elindulni, mert másképp nem működik. Én tényleg kvótaellenesként mondtam azt, hogy most már nagyon keltetmem. Igen, én azt gondolom, ezt a példát sokszor elmondtam már, hogy ma már teljesen természetes, hogy az orvosi egyetemen ugyanúgy lányok is vannak, és fiúk is vannak. 100 évvel ezelőtt a kolozsvári orvosi egyetemen női kvótát kellett bevezetni, hogy fenntartsanak évfolyamonként egy vagy két helyet, ahova lány is bejelentkezhetett. Nem minden esetben teltek be ezek a helyek, de hogy az 1910-es évek elején erre szükség volt. Most már nincs erre szükség. Tehát, hogy ez egyszerű példa, most már teljesen természetesnek gondoljuk, hogy vannak női orvosok, és rendben van ez így. Úgyhogy szükséges a kvóta nagyon sok területen, most ugye például a rendőrség területén is bevezették a női kvótát, hogy ez is lassan megszokjuk, hogy lesznek női rendőrök is, nem csak férfi rendőrök is, ugyanígy. Tehát, hogy ahhoz, hogy a társadalom természetességét leképezzék adott közösségek, ehhez a segítségre szükség van. És arra is szükség van, hogy szoktassuk egymást és magunkat ahhoz, hogy ez nem egy holdról ledobott valami, hanem ez szép lassan be fog épülni. És akkor már nem lesz szükség kvótára, mert már megszoktuk és beépült. Igen, hát itt a legnagyobb gond a társadalom mentalitásának ugye a megváltoztatása, hogy ez ne, ahogy te is mondod, ne egy ilyen nagyon különleges dolog legyen, hanem természetessé váljon. És ezt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek a nők szerepe ebben az egész esélyegyenlőségben mi lehet? Tehát, hogy mit tudunk mi még tenni azért közeljövőben, hogy ez valamit változzon. Szolidaritás, Tünde, mert a nők szintjén beszélünk szolidaritásról, de sok esetben csak beszéd szinten marad. Mert nem vagyunk egymásnak a konkurenciái. A férfiak nem tekintenek egymásra konkurenciaként, hanem megbeszélik egy sör mellett, vagy egy focin, hogy akkor figyelj ide, de ez, de az. De a nőknél természetből arad adondóan, vagy nem tudom, de hogy van egy ilyen, hogy úgy tekintünk egymásra, mintha nem partnerek lennénk. Vannak helyzetek, van egy mondat, amit nagyon megsértődünk, és az követ egy életen keresztül, ahelyett, hogy túl tudjunk lépni rajta. Tehát, hogy a szolidaritást azt nem csak kijelentések szintjén kell használni, hanem cselekedni kell ennek érdekében, jó példákat mutatni. Mert persze, hogy nagyon hiányos az önbizalma is, nagyon sok nőnek, és az önbizalom hiányos nő frusztráltá válik egy idő után, és ezek halmozódnak, és akkor egyértelmű, hogy a lépéseket nem előre, hanem hátra fogja megtenni, hiába fogod meg a kezét. Tehát én ezt látom, hogy az érdekérvényesítés, az egységes fellépés, a szolidaritás, az ne csak kijelentések szintjén, hanem tényleg tettekben nyilvánuljon meg. Hogy én nőkkel dolgozom, és nekem a kollégáim nők. És hogyha autóval valaki utánam kell jöjjön, akkor az a női kollega nőjön utánam autóval. És pont úgy meg tudjuk tenni ezt. Vagy igen, hogyha van egy szakember, akkor én elismerem annak a szakembernek a véleményét, és megkérdezem a véleményét. Mert nem tud gondolhatom azt, hogy én mindenhez is értek. Vagy hogyha kérdezik, hogy ajánljak valakit, akkor tudok ajánlani hölgyeket, akik tudom, hogy ott vannak. Tehát, hogy ismerjük egymást, figyeljünk, bízzunk egymásba. Tehát ezeket látom, hogy mi ezeket meg tudjuk tenni. Bátorság, igen, és önbizalom erősítés. Uh-huh. Higgyük el, hogy sok mindenhez értünk így nőként. Van. Nézzük meg, hogy kik járnak szülői értekezletre nagy számban. Uh-huh. A szülők közül az édesanyák és jobban rálátnak arra, mi van a tankönyvben, mik az elvárások, mik a hiányosságok, mik a problémák. Ők mennek legtöbbször kórházba, orvoshoz. Nagyon sok mindenre rálátnak az édesanyák, a nők. És nagy vesztesség a társadalomnak, hogyha ezek a tapasztalatok, ezek a tudások nem jutnak el oda, akik meghozzák a döntéseket, hogy hány óra, melyik tantárgy, nem tudom, vagy a kórház, hogy legyen felszerelve, mire van szükség, vagy egyáltalán milyen képzések, vagy mire van. Tehát higgyék el a nők,
hogy sok mindenhez értenek, és merjék elmondani a véleményeiket, és az adott elgondolásaikat, hogyha ezt megkérdezik, akkor nem mondják, jaj, hát nem tudom, én majd a tanítónén írja be, amit gondol, ő tudja, és mondja el bátran, nyugodtan, hogy rálátása van, nézzük meg, hogy ugye van ez a minivan mothers, az anyukák, akik folyamatosan iskolába hordozák, a közlekedéshez, parkoláshoz, nagyon sok mindenhez kell értsenek az édesanyák, akik végig kísérik ugyanígy az oktatási ciklusokat, nagyon sok minden. Higgyük el, hogy a véleményeink, a meglátásaink valósak, és fontos, hogy ezeket elmondjuk másoknak. Nem mindig azt várjuk, hogy valaki más el fogja mondani, aki jobban tudja, lehet nem tudja jobban. És ott azt gondolom, hogy olyan társadalomban férfinak, nőnek, gyereknek, idősnek, fiatalnak jó lenni, ahol mindenki jól érzi magát, ahol a nők jól érzik magukat, nem azt érzik, hogy frusztráltak, szorongnak, hátrányban vannak, folyamatosan versenyt futnak, mindenki előttük van, a nők hátul vannak, ahol ők jól érzik magukat, ott más is jól fogja érezni magukat, úgyhogy nem valaki ellen küzdünk, nem valaki ellen kell futni, hanem mindenkiért futunk, vagy mindenkiért cselekszünk, hogyha teszünk valamit az ügy érdekében, és elég sok mindent lehet otthon is tenni. Például fiúgyereket nevel, lánygyereket nevel, ne tegyünk különbséget, mondjuk, hogy házi munkatípus neki ezt kell, és neki azt kell, vagy hogy nem mondjuk azt, hogy hát van jogszabály 10 éve, hogy az édesapák is kivehetik a gyereknevelési szabadságot. Most már 2 hónap lesz kötelező. Ki is vehetik, és akkor az anyukák bosszankodnak, sokszor hallom ezt, hogy bosszankodnak, hogy neki miért 1-2 hónappal rövidebb, az édesapa úgy sem veszi ki, mert hát ő nem hiányozhat 1 hónapot a munkahelyen. 2-3-4-5 évet, igen, és 2-3 hónapot, ne? Tehát, hogy miért magunkat nyomjuk lenne, nem? Tehát, hogy lássuk azt, hogy igenis, ez neki is egy lehetőség. Én, akik apukákkal beszéltem, akik voltak gyereknevelési szabadságon, mindannyian nagyon jónak ítélték meg azt az időszakot, sőt, azt javasolják másnak is, úgyhogy nem érdemes azt mondani, de az én munkám nem olyan fontos, a férjem én nagyon fontos, az enyém is fontos. Ha főzés, ha mosás, ha virágkötés, akkor is egy fontos munka, de másnak is a munkája lehet egy fokkal kevésbé fontos, mint a gyermeke például. Én a gyereknevelést tartom nagyon fontosnak, tehát valóban, de az párosul ezzel, ami itt elhangzott, tehát hogyha mintát nem adunk, tehát hogyha mi nem úgy viselkedünk, akkor mind mondhatjuk és próbálhatjuk ugye megosztani a feladatokat, meg minden, de ha nem látják ezt gyakorlatban, akkor ugyan gyakoroltathatjuk a gyerekekkel, de lehet, hogy mikor kilépnek az életbe, akkor a mintahiány miatt nem fogják ezt felvállalni. Úgyhogy tényleg nagyon fontos, hogy határozzuk el, hogy mit szeretnénk, válasszunk, mert ez egy választás kérdés is, hogy majd milyen lesz a saját mintánk, de akár, hogyha tehát a családanya szerepet választjuk hosszú távra, vagy akár örökre, akkor is az apa vagy a társunk szerepét, tehát az egyenrangúságot, azt mint minta vezessük be, tehát hogy mindenki értse meg, hogy az pont olyan fontos a társadalom, a család szempontjából, mint bármilyen más pályaválasztás. Tehát, hogy ez, és ezt, és hogy értsék meg, hogy ezt mi döntjük el, és legyen ez a lehetőség meg, hogy eldönthessük, mert a legtöbb esetben nincs még mindig ez meg. Tehát jog van. Menjünk be, mert sokan azt mondják, hogy azok a nők, akik szakmát választanak, láthatóak, hitelesek, ott vannak, menjenek be az iskolákba. Keressék meg az alkalmat, hogy beszélgessenek a lányokkal. Arról, hogy ők nekik milyen életútjuk volt. Ők hogy választották ki? Ez, amit mondasz te is, Marika. Hogy vállaljuk fel, menjünk. A fiatal lányoknak mutassuk meg magunkat, hogy legyünk példák. A legjobb szakácsnőtől elkezdve a legjobb tanárnőig, a legjobb orvosnőig, asszisztensnőig, bármilyen szakmában, de mi kell legyünk azok, akik megyünk és keressük a fiatal lányokkal a közös hangot, és mesélünk nekik az élettörténeteinkről, hogy bátorítsuk őket. Ez még egy másik kiegészítése ehhez a... Igen, erre bátorítanak most lássák, mindenkit. Lássák, hogy különböző életszakaszokban milyen döntésekből kell válasszunk, mert ezt az adja meg a nők esetében, de fontos tudni, hogy minden szakaszban lehet döntéseket hozni, és persze a következmények azokat fel kell vállalni. Igen, hát ehhez tényleg a bátorság kell, amit most már így párszor említettünk. Nagyon-nagyon sok rétege és szelete van ennek, amiről még beszélgethetnénk, azt hiszem, hogy napokat is, de remélem, hogy ezután nem visszaesés, hanem inkább
inkább előrelépés lesz ebben az ügyben. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, és hát boldog nőnapot kívánok nektek jövő hétre. Köszönjük szépen mi is. Isten éltesse a nőket! Kedves nézőink, nagyon köszönöm, hogy ma este is velünk tartottak, jövő pénteken ismét találkozunk, a viszontlátásra!